Nagy kihívás volt, és nagyon izgalmas is volt, meg sok minden változott, ami meg ilyen elképesztő, hogy végül is megtanulták azt, amit így kitűztem. Januárban érkezett meg Panni néni, Cserepes Panni, aki táncot tanított a gyerekeknek. Ez egy elég nagy váltás volt Anna műfaja után. Méghozzá indiai táncot tanultak a fiúk, amit először egy kis tartózkodással fogadtak, de utána nagyon megtetszett nekik, és most már ilyen szívesen csinálják. És akkor először a táncosok köszönteni fogják az Isteneket, a gurut és a közönséget. Egészen más ritmus, egészen más világ az, amivel eddig találkoztak. Ugye magyar néptáncot tanultak már itt az iskolában is, és megnyerte a tetszésüket, de minden alkalommal végig kellett hallgatnom, hogy ez borzalmasan nehéz. Az indiai kultúrkörrel szerintem már előttem találkoztak, ugye a mesemondó hölgy kapcsán, úgyhogy nem volt teljesen idegen nekik, főleg amikor ugye az állatokról volt szó, de amit mondtam is, hogy ezek a ritmusos dolgok, meg odafigyelni, koncentrálni, melyik láb melyik után, tehát ugye a lábtechnika az, ami így furcsa volt nekik. Panni szerintem fantasztikus munkát végzett, mert ennyire fel tudta kelteni a kíváncsiságukat. Egyfelől a mozgás iránt, ami szerintem nagyon jó, szerintem nagyon mozgáshiányosak a gyerekek, és az, hogy mozgatta őket, az már eleve szuper jó. Az, hogy ilyen különös külföldi szavakat mondtak, és annak megtaláltak a magyar kapcsolatait, az is nagyon érdekes volt, és az, hogy mindezt megpróbálták egy koreográfiában egyszerre csinálni, az pedig az egésznek a non plus ultrája volt számomra. Nagyon sok kapcsolódási pont van Cserepes Panni mostani tánca meg a között, amit én fogok csinálni. Az egyik például a ritmus, ami kihagyhatatlan. Tehát az, hogy hogyan játszanak Indiában a ritmussal, azt már a mostani osztályomban is játszom. Ők egy hét alatt megtanulták azt, hogy datete, datete, dada, dunna, tereket a dun, 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 daginegi, dagine, dagine, din, darana, tárnek, dun. És ezzel beszélgetnek egymás közt. Az volt a játék, hogy különböző érzelmeket mondjanak el, és a másik meg a valamilyen módon válaszoljon rá, de csak ezeket a szavakat lehet használni. Úgyhogy ezt a ritmusjátékot, ezt biztos, hogy szeretném továbbvinni, és mivel ők már elkezdtek ritmussal foglalkozni, ezért valamilyen szempontból folyamánya annak, amit én fogok velük elkezdeni. Minden ilyen alkalommal van egy kis szomorúság bennük, de nagyon izgatottan várják a következő művészt, aki velük együtt fog dolgozni. Találkoztak már vele, de ez csak egy futó találkozás volt. És hát gondolom, hogy az évzáron még Pannival találkoznak, tehát ez nem egy végleges válás lesz számukra.